Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, október 4-e Ferenc és Aranka napja van. A mai az Állatok Világnapja, ez Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepe is. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Délelőtt nagyjából 300 migráns indult Belgrádból Horgos felé. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíj pályázata. Most van a kukorica törésének főidénye. Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak ma Törökbecsén. Délelőtt nagyjából 300 migráns indult Belgrádból Horgos felé. Azt követelték, hogy nyissák meg előttük a szerb-magyar határt. Ha gyalog folytatják útjukat, 4-5 nap alatt akár el is érhetnek a határövezetbe. Reggel óta tüntettek a migránsok Belgrádban, szokásos helyükön a buszpályaudvar környékén kezdtek tiltakozásba. Sokan transzparensekkel a kezükben követelték, hogy nyissák meg előttük a szerb-magyar határt. A segélyszervezetek 9 órakor már a reggelit sem tudták a tiltakozók miatt szétosztani. A migránsok egy csoportja 10 óra körül úgy döntött, hogy útnak indul a szerb-magyar határ felé. Sokáig megbénították a forgalmat. Incidens is történt a főváros központjában a szerb média beszámolói szerint. A menekültek megtámadták bevándorló társaikat, akik nem akartak csatlakozni a tiltakozáshoz. Egy önkéntes is könnyebben megsérült, amikor az útnak indult bevándorlók összegyűjtötték az összes élelmet. A határ felé gyalog elinduló migránsok csoportjának legidősebb tagjai 30 év körüli férfiak. A csoport tagjai szinte kivétel nélkül Afganisztánból, Pakisztánból vagy Irakból érkeztek, írta a Blitz. A migránsok közül többen angol nyelven írt transzparenseket is vittek magukkal, amelyekkel a határok megnyitását követelték. A Blitz napilap szerint a tiltakozás szervezői a No Borders, vagyis Ne legyenek határok nevű csoportból valók, akik már korábban is szerveztek tüntetéseket a szerbiai fővárosban. A migránsok a haladási útvonalukon folyamatosan forgalmi dugókat okoztak. A belügyi szervek rendőrautókkal és rohamkocsikkal kísérték őket. Az elinduló tömegből többen azt nyilatkozták, hogy a hosszú út miatt lehetséges, hogy vonatra szállnak. Magyarországra tartunk. Azt akarjuk, hogy megnyissák a határt. Nem miattunk, hanem a gyerekek és a nők miatt. Ha nem nyitják meg a határt, maradunk és meggyőzzük őket. A 2-300 migráns zimony után Batajnicán is keresztül haladt. Az úton többször előfordult, hogy a tüntetők leültek, lefeküdtek az úton pihenni, de 5-10 perc után tovább haladtak. Nem hivatalos adatok szerint Szerbiában jelenleg 8-10 ezer migráns tartózkodik. Többségük nem akar az országban maradni, Nyugat-Európába szeretnének jutni. A belügyi szervek továbbra is fokozottan ügyelnek a közrend fenntartására, ami a ma délelőtt útnak indult menekültcsoportra is vonatkozik, nyilatkozta Vladimir Rejbic, a szerb rendőrség igazgatója. A menetelő gyalogoszlopot az esetleges incidensek elkerülése érdekében továbbra is kísérik a rendőrség munkatársai, tette hozzá. Republika Srbija je do sada bila dobar domaćin migrantima, ali neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira, blokadu saobraćajnica ili onemogućavanje građana u redovnim aktivnostima. Zakoni Republike Srbije važe za sve građane, pa tako i za migrante i oni ih moraju poštovati. A szerb-magyar határnál Horgos közelében mintegy 100 bevándorló várakozott ma. Tudják, hogy társaikán indultak Belgrádból, de ők egyelőre nem terveznek semmilyen akciót. Zúgott az eső, amikor a Pannon LTV stábja a Horgos és Röszke közötti sátortáborba érkezett. A területen hónapokkal ezelőtt még tömegek várakoztak, most alig 100 fő vesztegelt. Kizárólag a legkitartóbbak tartózkodnak a határövezetben. Őket a rossz időjárási viszonyok sem riasztják el. A bevándorlók a sátraikba bújtak a csapadék elől. A segélyszervezetek munkatársai szerint a két átlépő között várakozó összes migránst szerbiai befogadó központokba fogják szállítani, hogy a téli hónapokban is fedél lehessen a fejük felett. Egy arcát nem vállaló pakisztáni férfi elmondta, a Belgrádban lévő szintén pakisztáni barátai telefonon értesítették arról, hogy közel 300 bevándorló gyalog indult a határ felé a szerb fővárosból. I got some calls from the community leaders from the Belgrade camps, and they told us that we have started moving. You should be ready there for hosting us. A szabadkai befogadó központ felé vezető út mentén bevándorlók álltak, élelmiszercsomagokra vártak. Szerintük némelyik segélyszervezeteket nem engedik be a tábor területére,
ezért a rendőrség a bekötő úton engedélyezi az ételosztást. Better they are giving like this organization, we are okay for this because we are night time we are making ourselves food in outside the camp, so this is okay. A migránsok egy része a lakrészekben próbált eltakarítani a felhalmozott szemetet. Szabadkán van kollégánk Agárdi Gábor. Szia Gábor, mi történik a szabadkai befogadó központban? A bevándorlók várják-e a Belgrádból megindult társaikat? Szervusz Viktor, köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Ezt az információt kaptuk itt a befogadó központ egyik dolgozójától, hogy még akár pár napba is beletelhet, hogy a bevándorlók ideérjenek. Igen, az a több mint 350 fő, az várja azokat, akik megindultak Belgrádból, és tudja, hogy ide fognak majd érni, de azt tegyük hozzá, hogy még legalább egy 170 kilométert kell megtenniük azoknak, akik úton vannak, és ez nem lesz egyszerű, főleg, hogyha 45 perces, 50 perces pihenőket is tesznek, illetve hogyha éksrészt sztrájkolnak, mert akkor kifognak fáradni, illetve azt is megtudtuk, hiszen a nap folyamán többször beszéltünk bevándorlókkal itt is, illetve a horgosi sátortáborban, hogy vannak olyan migránsok, akik telefonon értesültek arról, azokról az eseményekről, amik történnek, illetve a Belgrádban lévő migráns barátaik, társaik hívták őket fel, és elmondták őket, hogy vannak olyan illegális bevándorlók, mintegy 300-an, akik útnak indultak, de azt is hozzá kell tenni, hogy lesznek olyanok, akik lemorzsolódnak útközben, mert ugye tapasztalattuk már pár hónappal ezelőtt is, hogy némely bevándorlók útnak indultak gyalog Belgrádból, és ott sem ért ide az a szám, ami elindult, hanem egy picivel kevesebb, és most arra számítanak, hogy most is csak egy kicsivel kevesebb ér ide, mint amennyi elindult, tehát a 300 főtől egy kicsit kevesebb. Most jelen pillanatban Ópazova központját hagyták el, utána tartottak egy 45 perces pihenőt, és most mindenki azt várja, hogy ide fognak érni a szabadkai befogadó központba, vagy pedig egyenesen kimennek a határa. Egyesek azt mondják, hogy ez a tervük, hogy rögtön átengedjék őket Magyarországon, de a magyar hatóságok azt mondják, hogy nem fogják megnyitni előttük a határokat. Köszönjük, Gábor! Szerbia nem épít határkerítést, ha meg kell védeni az országot a migránsválság következményeitől, de lezárja határait a migránsok előtt katonákat vezényelve a határa, fejtette ki az államfő a Kurírnak nyilatkozva. Tomislav Nikolic elmondta, már néhány hónappal ezelőtt engedélyezte, hogy a katonasság segítsen a rendőröknek a határvédelemben. A Fidesz frakció támogatja az alaptörvény módosítást, jelentette be ma sajtótájékoztatón Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A módosításban megfogalmaznák, hogy Magyarország nem fogad be csoportosan migránsokat. Ez már november elején belekerülhet az alkotmányba. Orbán Viktor már vasárnap este a kvóta népszavazás lezárása után bejelentette, hogy módosítási javaslatot tesz az alaptörvényre vonatkozóan. Ez volt a fő témája Fidesz frakció keddi tanácskozásának. A tárgyalás után Kósa Lajos frakcióvezető kijelentette, hogy támogatják az alaptörvény módosítását, amiről a parlamentben külön ülésnapon vitáznak majd, valószínűleg október 17-én. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert úgy gondoljuk, hogy az alaptörvény módosítás ilyen súlyú kérdésben feltétlenül megérdem egy olyan önálló napi parlamenti ülésnapot, ahol a szokásos napirendelőkértieken és több napirenden kívül kizárólag az alaptörvényre tudunk koncentrálni. Ebben az esetben az alaptörvényt november 8-án tudja megszavazni a parlament, és ebben az esetben november közepén hatályba is tud lépni az elnök úr a köztársaság elnökének aláírása után. Orbán Viktor a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, négy cikkely módosítását javasolják, de ezek közül a legfontosabb az alkotmány 14. cikkelyének kiegészítése. A szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyt Magyarországra csak a magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelmére, az országgyűlés által megalkotott törvény szerinti eljárásban meghozott, törvényes határozat alapján lehet betelepíteni. Pont. Tilos a csoportos betelepítés. A kormány szerdán tart ülést az alkotmánymódosítási javaslatról, amely szövegét véglegesítik. Ezt október 10-én délután 5:30-ig kell továbbítaniuk, hogy az alaptörvény módosítása november közepéig megvalósuljon.
Már a vasárnap Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán leadott szavazatok is megérkeztek Budapestre. A kvóta népszavazáson 105 külképviseleten lehetett voksolni, eddig összesen 62 szavazóhely urnáit vette át a Nemzeti Választási Iroda. A maradék 43 külképviseleten leadott voksoknak legkésőbb csütörtök éjfélig kell eljutniuk az NVI-hez. Kevesebb pénz juthat az önkormányzatoknak, ez a kérdés is napirenden szerepel a szerb köztársasági parlamentben. Az új összetételű képviselőház júniusban alakult meg, majd ezt követően augusztusban ült össze. Ekkor választották meg a kormányt, ma kezdődött a szerb parlament őszi ülésszaka. A parlamenti felszólalásokat az ellenzék képviselői kezdték. Szó volt egyebek mellett a menekültválságról, a mezőgazdaság helyzetéről, a magánegyetemek akkreditációjáról, valamint a babaholmik után járó adó visszaigényléséről is. Az önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény módosítása számított a nap legfontosabb témájának. A javaslatot Anna Brnabić állami gazgatási és helyi önkormányzati miniszter indokolta meg. Szerinte a jelenleg hatályban lévő törvény komoly hiányosságokat mutat. A helyi szint, valamint a köztársasági szint közötti pénz elosztását átláthatóbbá kell tenni, valamint csökkenteni kell a juttatásokat. Mindez egyébként a nemzetközi valuta alap kérése is. A helyi önkormányzatoknak biztosított összegek csökkentése a költségvetés racionalizálására irányul, tette hozzá. Prenosili dodatne nadležnosti lokalnim samoupravama bez da smo prenosili sredstva ili smo prenosili sredstva bez da smo poveravali dodatne poslove. A miniszter hozzátette, a módosítás azt jelenti, hogy a városoktól 1,3 milliárd dinárt, a községektől 1,6 milliárdot, míg Belgrádtól 1,9 milliárd dinárt vonnak majd meg. A beterjesztésre Pásztor Bálint is reagált. A Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés pártja frakciójának vezetője elmondta, támogatják a módosító javaslatot a helyi önkormányzatok finanszírozására vonatkozóan. Mi smatramo da će ovim izmenama lokalne samouprave biti više motivisane da rade na privlačenju investicija sa jedne strane, a sa druge strane ja se nadam da će Republika Srbija moći da iz svog budžeta finansira u određenim opravdanim slučajevima lokalne infrastrukturne projekte, dobre projekte jedinica lokalne samouprave. A frakcióvezető hozzátette, reméli, hogy hamarosan egy új törvényt is elfogadnak majd a helyi önkormányzatok finanszírozásával kapcsolatban, továbbá pedig szeretnék, ha mihamarabb megoldódna a Vajdaság autonóm tartomány finanszírozásának kérdése is. Az ellenzéki pártok a módosító indítvány mellett a kormány gazdaságpolitikáját is bírálták. A szerb haladópárt részéről Alekszandar Martinović frakcióvezető reagált a bírálatokra. Uspeli da za prvih 9 meseci ove godine ostvarimo istorijski ekonomski rezultat, a to je da imamo 120,6 milijarde dinara u budžetu više nego što smo planirali. A szerbiai parlament ülésén többször személyeskedésbe torkollott a vita, míg az ellenzék képviselői a kormány tevékenységét támadták, addig a szerb haladópárt részéről többször is előkerült a 2012 előtti időszak, amikor a jelenleg ellenzékben politizáló erők irányították az országot. A tartományi kormány első 100 napjának eredményeit ismertették ma Újvidéken. Igor Mirović a tartományi kormány elnöke értékelésében a kiemelt fontosságú tervezett beruházások között említette a Vajdasági Klinikai Központ két új szárnyának, valamint a Vajdasági RTV épületének kiépítését, az egyetemista városba történő beruházásokat, valamint a Szabadkai Népszínház építési munkálatait és a tervezett közúti folyosó befejezését, amely magába foglalja a Fruska-Gorai alagút kiépítését is.
Az új felállású vajdasági kormány megalakulása óta 25 alkalommal ülésezett és 496 napi rendi pontot vitatott, megderült ki a sajtótájékoztatón. Az elmúlt 100 napban a teljes káderállományt kicserélték. Az új kormány támogatottsága kétharmados a tartományi parlamentben. A tartományi kormányfő a köztársasági kormánnyal való hatékonyabb együttműködés jelentőségét hangsúlyozta első helyen. Najznačajnije pitanje bilo je pitanje generalnog opredeljenja pokrajinske vlade. Mi smo to pitanje demonstrirali kroz stvaranje uslova za političku stabilnost u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Sama činjenica da imamo 2/3 podrške u pokrajinskoj skupštini, da smo obezbedili 2/3 podrške pokrajinskih poslanika, učinilo je prvi element stabilnosti. Drugi element, mi smo svojom politikom okupljanja oko projekata i politikom saradnje sa vladom Republike Srbije za prvih 100 dana otklonili sve šumove, nesporazume, inat i nepotrebne sukobe čiji su uzroci stanovali ranije u zgradi Banovine. Ezzel számos új közös projekt megvalósítására nyílik lehetőség a jövőben, mondta Mirovics. Ilyenek a Vajdasági Klinikai Központ két új részlegének kiépítése, a Vajdasági RTV épületének létrehozása és a Szabadkai Népszínház építése. Nyilas Mihály tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár hangsúlyozta, ő az egyetlen tagja az új kormánynak, aki az előző tartományi kormány munkájában is részt vett. Értékelése szerint a mostani kormány mind politikai, mind szakmai szempontból hatékonyabb. Valóban egy új ciklus, egy teljesen új kezdet indult el, és ez a 100 nap arról szólt, hogy most már egy sokkal erősebb, politikailag, szakmailag erősebb tartományi kormánynak vagyok a tagja, és egy hatékony tartományi kormánynak. Ez egy komoly változás az előző időszakhoz képest. A tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár kiemelte annak a felmérésnek fontosságát, melyet a tartományi kormányfő indítványozott, s melynek során megállapítják a tanügyi intézményekben szükséges beruházásokat, és ennek alapján majd számos vajdasági általános és középiskolában eszközölnek lényegi beruházásokat. Az európai integrációról, a kisebbségek helyzetéről, valamint a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködéséről tárgyalt kedden Belgrádban a német Bundestag kormányzó CDU-CSU képviselői csoportjának tagjaival Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője, a Szerbiai Képviselőház Integrációs Bizottságának elnök helyettese. Megállapították annak ellenére, hogy még mindig vannak euroszkeptikus pártok a szerbiai parlamentben, a túlnyomó többség támogatja az integrációt, és reményüket fejezték ki, hogy a közeljövőben Belgrád és Brüsszel között megnyílhat a 25-ös és a 26-os csatlakozási fejezet. Elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködéséről, a kormány működéséről kérdeztek. Én itt beszéltem a koalíciós szerződésünk legfontosabb programbeli elemeiről, érdeklődtek a kisebbségi jogérvényesítésről, itt persze a kisebbségi akcióterv legfontosabb elemeit emeltem ki, illetve sok más kérdés volt kislétszámú tagozatokkal kapcsolatban, az a kisebbségi oktatást illetően. A bevándorlási válság, a növekvő nacionalizmus és terrorfenyegetettség is téma volt ma. Alexander Vučić szerb kormányfő és Pedro Agramunt az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnökének találkozóján. Vučić háláját fejezte ki, hogy az Európai Unió tiszteletben tartja Szerbia területi integritását és szuverenitását. A spanyol politikus ugyanakkor elmondta, Belgrád kulcsfontosságú és erős partnere az Európai Uniónak a Nyugat-Balkán stabilitása szempontjából. Agramunt ma Tomislav Nikolić szerb államfővel, Maja Gojkovićjal, a szerb parlament elnökével és Ivica Dačić szerb külügyminiszterrel is találkozott. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének elnöke a szerb köztársasági képviselőházban is felszólalt ma. Nézzük még a híradóban. Nyakunkon a fűtési idény. Kiállítás nyílt Zentán, a Rosetta Kézműves Társaság új kiadványát is bemutatták.
Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíj pályázata a felsőbb évesek számára, de az első körön lemaradó elsősök is jelentkezhetnek. Azok pályázhatnak, akik első ízben iratkoztak be valamelyik felsőoktatási intézmény bármely évfolyamára, a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskola, illetve akadémiai alapképzésre nyertek felvételt, magyar nyelven végezték általános és vagy középiskolai tanulmányaikat, vagy a bizottság mentesítette őket ez a feltétel alól. Ebben a körben 44 ösztöndíjat osztanak ki, a támogatás havi összege nettó 90 és 150 euró között mozog. A pályázat beadási határideje október 20-a, a teljes pályázati dokumentáció megtekinthető az mnt.org.rs oldalon. Tegnap a hideg, ma pedig a melegvízes próbafűtést végzi a szabadkai távfűtőművek. Arra kérik a lakosokat, hogy kizárólag az ügyeleti telefonszámon keressék a céget és jelentsék be a fűtőtestekkel kapcsolatos esetleges gondokat. A vállalatot ingyenesen a 0800 105 100 számon lehet elérni. A fűtőtestek egyelőre még hidegek, azonban egyes helyeken estére már felmelegedhetnek egy bizonyos fokig. A próbafűtés szakaszonként van beüzemelve, így nem mindenkinél lesz egyszerre meleg. A Pannon RTV munkatársa Horváth Evelin is távfűtést használ. Tavaly így október vége felé, ha jól emlékszek, akkor már bekapcsolták, akkor volt egy ilyen gyöngébb fűtés, akkor már megindult, és hát egészen tavaszig, márciusig ment, akkor aztán ott le is kapcsolták, mikor fölmelegedett, de igény szerint, ahogy lehűlt az időjárás, akkor megint visszakapcsolták, úgyhogy ebből a részből reális, hogy amikor hideg van, akkor megy a fűtés, tehát nem fáztunk egyszer sem a télen. Az árakról a közvállalat honlapjáról is tájékozódhatnak a lakosok. 2016 márciusában lépett életbe az új díjszabási rendszer, amely a fogyasztóknak korábbról ismert 2010-től 2014 decemberéig volt hatályban ez a két részes díjszabási rendszer, és az árak pedig, amelyekkel ez vissza lett vezetve az idén, ezek a 2013-as árjegyzék szerint alakulnak. A távfűtőművek jelenleg a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat hővezetékét újítja fel, így a hét végéig ott is elindul a fűtés. Az imént említett újjáépítés egy új technológia bevezetésével lesz lefolytatva, amit az idén másodszor alkalmazunk itt Szabadkán. Ez egy úgynevezett flexibilis előszigetelt technológia, ami sokban megkönnyíti és meggyorsítja a kivitelezését a munkálatoknak, ellentétben a régi merev acél előszigetelt csőtechnológiával. A távfűtőművek szombattól az időjárási viszonyoktól függően készen áll a fűtésre. Egyelőre csak a próbaüzemeltetés folyik, a tényleges fűtést akkor fogják bekapcsolni, hogyha három egymást követő napon 12 fok alá esik a hőmérséklet éjszaka. Nem is árt felkészülni a télre, Ausztriában már megérkezett, Szerbiában és Magyarországon pedig a napokban várják az első havat. Az osztrák hegyekben 7600 méter felett több felé esett a hó. Az időjárások előrejelzése szerint Magyarország magasabb pontjait pénteken lepheti be a fehér takaró. Mostan a kukorica törésének főidénye, Vajdaság szerte a területek mintegy feléről már tárolóban a termés, a jó hozamok miatt azonban csökkennek az árak. A gazdák elégedettek a terméshozammal, hiszen az időjárási feltételek tökéletesek voltak a tengeri fejlődéséhez és éréséhez. Az ára viszont korántsem felvidító. Telnek a górék, javában zajlik a kukorica betakarítása. Nagyon jó termett az idei hozammal, nagyon meg vagyunk elégedve, úgyhogy sikeres volt ez az év, ami kukoricát illeti. A kukorica eladási ára 13 dinár 70 para körül alakul. A 16-tól 18 dinárig terjedő ár lenne az, amitől kezdve nem lenne veszteséges a termelés, így a gazdák azt mondják, inkább kivárnak. Amennyit bírunk, begórézzük, meg ezt a késői fajtát begórézzük, ami meg van a korábbi, ez az eszéki 398-as eszeti meghagyom, még későbbre meglátom, mi lesz az ára. Ha úgy döntök, hogy eladom, akkor lesz morzsóval is eladom, ha még nem, akkor is lehet, hogy megmarad tavaszig is, tavasszal, hát hogyha jobb ára lesz neki, akkor megreszkírozom, és akkor tavasszal lesz kint a földről lemorzsóval is eladva. Topolyán és környékén a török búzát 25%-ban takarították be. Topolya és Kishegyes község területén
A mi adataink szerint körülbelül 33 ezer hektárnyi kukorica volt az idei évben, ebből körülbelül 1000 hektárnyi az, ami magtermesztésre lett számva. A kukorica tőzsdei eladási ára 16,5 dinár adóval együtt. Az újvidéki terménytőzsdén mindössze 50 tonna kukoricát cserélt gazdát az elmúlt héten. Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott ma Törökbecsin Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. A településen eddig több mint 2000-en kérelmezték a magyar állampolgárságot. Az állampolgársági kérelmet átnyújtók többségének a családtagjai, ismerősei már átestek ezen a procedúrán. Van két lányunk és két unokánk, nekik már megvan a magyar állampolgárságunk, az egyik lányunk külföldön dolgozik, és soha se lehet tudni. Egy nap lehet, hogy látogatóba fogunk menni hozzájuk, úgyhogy ez miatt döntöttünk úgy, hogy férjemmel mi is kérni fogjuk a magyar állampolgárságot. Mivel nagyon sok rokonaink vannak Magyarországon is, Németországban is, külföldön, és eddig nem volt tehetségünk egyáltalán útlevelet csinálni, és mivel a gyerekek is most már nagyobbak, akkor úgy döntöttünk, hogy hát megcsináljuk a magyar állampolgárságot, és hogy tudjunk valamerre mozdulni egy kicsikét. Törökbecsén 55-en adták át honosítási kérelmüket, ami jóval kevesebb a szokásos számnál. Több, mint valószínű, hogy a nyári szünidők és az őszi munkálatok is beleszólnak abba, hogy most csak ennyien, mert egyes konzuli napokon több mint 140-150-en is voltak. Rusz Radován, Magyarország szabadkai konzulja azt mondta, továbbra is van érdeklődés a kettős állampolgárság iránt, ezért az év végéig minden héten lesz valahol kihelyezett konzuli fogadónap. A főkonzulátuson a munka számottevő részét egyre inkább ugye a honosítási kérelmek bevétele és feldolgozása mellett a magyar állampolgároknak a magyar állampolgársággal járó ügyeinek az intézése teszi ki, tehát most már nagyon sok esetben anyakönyvezünk, tehát születést, házasságkötést, válást, adott esetben halálesetet. Törökbecsén legközelebb várhatóan a jövő év elején lesz kihelyezett konzuli fogadónap. 800 év mestere és mesterségei zentán címmel nyílt kiállítás a településen hétfő este. A Rosetta Kézműves Társaság új kiadványát is bemutatták. A régi mesterségek továbbiltetése a célja 800 év mesterei és mesterségei zentán című kiállításnak. A tárlatot Vrábel János, életfadíjas népi hangszerkészítő, a népművészet mestere nyitotta meg. Én ezt úgy szeretném, hogy a régi mesterség nem régi mesterség lenne, hanem egy aktuális mesterség, olyan mesterség, amelyik bizonyos formában része az életünknek, hozzátartozik az életünknek, tehát kiegészíti az életünket. A régi mesterségeket szinte már alig műveli valaki zentán is környékén. A tárlat összeállítása hosszú kutatómunkát igényelt. Zenta első írásos említése kapcsán próbáltuk feldolgozni azt, hogy melyek voltak azok a jellegzetes mesterségek, amelyek kimondottan városunkra jellemzőek. A Rosetta Kézműves Társaság mesélő jelképek és Mesterségem címere című kiadványát is bemutatták. A kiadvány összefoglalja a társaság éves programját, megörökíti a különféle kézműves foglalkozásokat. Oktató jellege is van, tehát használható kiadvány legyen, mintagyűjtemény legyen, ahol leírások vannak, minták vannak, ötletek vannak a további munkához is. A 800 év mesterei és mesterségei zentán című kiállítás péntekig minden nap 12-től 18 óráig látogatható. A legkisebbeket a gyermekhét alkalmából kézműves foglalkozások is várják. Hétfőn a Szabadkai Szabad Egyetem előcsarnokában kiállították a 9. nemzetközi festőtáborban készült alkotásokat. A mintegy 50 kép különböző stílusban és különféle képzőművészeti technikákkal készült. Voltak tavaszok, forró nyarak, avarok, jégvirágok. A lelkes amatőr festők évente egyszer találkoznak az Észak-Bácskai festőtáborban Palicson, ahol minden alkalommal számos festmény születik. A művészek tavaly egy héten át kutatták a palicsi táj szépségeit, és az ott szerzett érzelmeiket örökítették meg vásznaikon. A kiállítás szervezője a tábor mecénása Gábrics Iván és Kenyeres Ivánka a vajdasági képzőművészeti körvezetője.
A Vajdasági Képzőművészeti Körnek a tagjai, nem, a tagjai közt nem számít egyáltalán, ki milyen nyelven beszél, ki milyen templomban megy, kinek hány gyereke van, semmi. Az a legfontosabb, hogy jó ember legyen, szeressen barátkozni, tisztességes, becsületes legyen, tudjon szép képeket készíteni. A kiállítást Kerekes Sándor képzőművész nyitotta meg. Ez a kör összefogja egész Északbácskától Újvidékig, Nyugatbácskáig, sőt külföldi, horvátországi, csehországi vendégeink is voltak, és ezeknek a képei is ki vannak állítva. Tehát úgymond egy kicsit nemzetközi hangulata is van a kiállításnak. A szabadkai festőművész szerint felbecsülhetetlen érték az a vajdasági és az egykori Jugoszlávia területéről érkező festőktől származó alkotás, amelyek Gábrics Iván tulajdonát képezik. Györe László győzelemmel kezdte a marokkói salakpályás Challenger tenisztornát. Az ENTA játékos az első fordulóban 68 percnyi játék után 6-0-6-4-es arányú győzelmet aratott a hatodik kiemelt belga Arthur de Grief ellen. A nyolcad döntőben egy Györe ellenfel a világranglista 205. helyén álló fehér orosz Uladzimir Ignyátik lesz, aki az első fordulóban a kanadai Steven Dyes ellen nyert 6-4-7-5 arányban. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Délelőtt nagyjából 300 migráns indult Belgrádból Horgos felé. Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíj pályázata. Most van a kukorica törésének főidénye. Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak ma Törökbecsén. Köszönjük a figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra. A viszontlátásra!